Köszöntöm Önöket, az Öböl Televízió hír összefoglalója következik. Nézzük kiemelt híreinket először, egy-egy mondatban. 45 milliárd Veszprém megyének. Utakra, iskolákra, gazdaságfejlesztésre fordíthatók az uniós ciklus forrásai. Testvérvárosi kapcsolat. 15 évre nyúlik vissza Balaton-Almádi és a Bajorváros közötti barátság. Közmeghallgatás. Az önálló választás első évfordulóján értékelt az akaratjai testület. A jelenlegi uniós ciklus forrásaival a különböző fejlesztési elképzelések megvalósíthatóvá válnak. Jelentős fejlesztés fordítódik a közlekedés infrastruktúrájának javítására, így a vasúti pályák, kerékpárutak és közutak rendbetételére. De jut kórházfejlesztésre, valamint iskolák, egyetemek, óvodák felújítására is. A Széchenyi 2020 program számos lehetőséget biztosít Veszprém megye településeinek, mintegy 45 milliárd forint értékben. A 2014 és 2020 közötti európai programozási ciklus forrásai újabb lehetőségeket teremtenek a terület és település fejlesztés vonatkozásában. A legfontosabb változás az előző időszakhoz képest, hogy elsődleges célként a versenyképesség növelését fogalmazták meg. Ezért gazdaságfejlesztésre fordítják a keretösszeg 60%-át. Az előző időszakban ez mindössze 20%-nyi volt. A pályázati rendszert tartalmilag és formailag is megújították. Ez azt jelenti, hogy a papíralapú irat halmazokról áttérünk az elektronizált ügyiratokra jelentős mértékben. Ez megkönnyíti egyébként a pályázatok kezelhetőségét, megkönnyíti az eljárások gyorsaságát, de ami ennél jóval fontosabb, hogy kevesebb bürokráciával kell majd kitölteni ezeket a lapokat. Sajnos az Unió még mindig nagyon sok előírást ad nekünk, hogy miként kell eljárni, de ami rajtunk múlik magyarokon, azt jelentősen visszavágjuk, egyszerűsítjük. A megyét érintő területi és településfejlesztési operatív program keretében Veszprém megye 45 milliárd forinttal gazdálkodhat. Ennek az összegnek a felhasználása 5 prioritás tengelyen keresztül történik. Jelentős összeget költenek a gazdasági környezet fejlesztésére, a gazdaságélénkítő beruházásokra, az energiahatékonyságra, a helyi közösségi szolgáltatásokra és a foglalkoztatás ösztönzésére is. Bár nyilván nem lesz olyan látványos, mint ahogy a Veszprém megyei jogúvárosnak a 11,5 milliárd forintja, hiszen nekünk ez 217 település tekintetében eloszlik ez a pénz, vagy ez a fejlesztési összeg. Abban biztos vagyok azért, hogy pici jelei lesznek ennek. Megkönnyítjük a munkába járást, talán valamit javulnak az útjaink, egy kicsit a tömegközlekedés, a városi közlekedés, azt gondolom, hogy javul, és reményeim szerint ezt mindenki érezni fogja. A megye valamennyi települése élhet ezekkel a lehetőségekkel. Különböző projektötletek vannak már előkészületben. Polgár Dímre elnök egyet emelt ki ezek közül, mely az Almádi járásban közlekedőknek jó hírt jelent. Sokan használják ezt az utat, itt Szentkirály, Szabadja és Almádiba, hogy megyünk le, bizonyára aki arra közlekedik, egyetért velem, hogy ez elég rossz állapotban van, nagyon sokan használják. Az az út, az két teljes szélességében kijavításra kerül a közeljövőben, úgyhogy ez egy olyan intézkedés, vagy egy olyan terv, ami mindenkit érint. Veszprém, mint megyei jogúváros, külön kerettel rendelkezik. 11,5 milliárdot fordíthatnak arra, hogy Veszprém fenntartható, élhető, gyarapodó város legyen, megerősíthesse pozícióit, hangsúlyozta a város polgármestere. Az idei ciklus zászlóshajó projektjei a kulturális negyed kialakítása és a stadion rekonstrukció, emelte ki, melyekhez még egyéb forrásokra is számítanak. Hozzátette, hogy a veszprémi fejlesztések a megye településein élőket is pozitívan befolyásolják. 15 évre nyúlik vissza Balaton-Almádi és a Bajor-Eggenfelden város között fennálló testvértelepülési kapcsolat. Ezt erősítették meg most hivatalosan is. Visszaemlékeztek az elmúlt időszakra, és ismételten fogadalmat tettek, hogy a két város közötti baráti szálakat tovább erősítik. A két nemzet himnuszával vette kezdetét a hivatalos ünnepség. A Balaton-Almádi Eggenfelden baráti társaság szép számú helyi tagja és sok érdeklődő vett részt az eseményen. Jelen volt dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő is.
Keszei János polgármester német nyelven köszöntötte a vendégeket. Úgy épül ez a barátság, mondta, mint a katedrális. Szerencse, hogy voltak tervezők, és mindig vannak építők is. Sok tekintetben tanulni lehet egymástól ebben a jól működő kapcsolatban. Ahogy mélyül a barátság, úgy válik élőbbé is, vagyis megtelnek a katedrálisok, hangsúlyozta. Köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt 15 évben motorjai voltak a szervezésnek. A távolabbi jövőbe is együtt tekintenek. A gimnáziumaink közötti kapcsolat az most már rendszeresnek mondható olyannyira, hogy a jövő héten egy osztály utazik, egy osztálynyi gyermek vagy diák utazik a gimnáziumunkból Heggenfeldenbe. Részt veszünk az ottani karácsonyi vásáron, tehát magyar termékeket propagáljuk. Említhetném a sport és kulturális kapcsolatainkat is olyannyira, hogy Veszeli Lajosnak a jövő évben lesz egy kiállítása Egenfeldenben. A németországi település polgármestere kiemelte, hogy bár különböző jellegű a két város, mégis kölcsönösen előnyös az egymással kötött kapcsolat. Mindkét félre igaz, hogy gazdagodtak tapasztalatokban. Az elmúlt 15 évben szilárdan megalapozták a barátságot a sportolókon, diákokon, művészeti csoportokon keresztül. Megtanultuk megérteni és becsülni egymást, fogalmazott. A városképben közvetlenül megmutatkozik a testvérvárosi kapcsolat, például a karácsonyi piac esetében nagyon kedvelt a Balaton-Almádiból érkezők standja. Nagyon sok lakos felvette már a kapcsolatot Egenfelden és Almádi között. Nagyon élénken mutatkozik ez az egyesületek életében, például a különböző ünnepeken vagy a látogatások alkalmából, és ez egyébként nem csupán a baráti társaságok tagjainál jelentkezik, hanem mindazoknál, akik ezekkel a lehetőségekkel, a baráti társaságok kínálta lehetőségekkel élnek és nem tagok. A bajor polgármester kitért az Európai Uniót jellemző politikai helyzetre is. Az Európaház, melyet az emberi méltóságra alapoztunk, mondta, egyre nagyobb nyomásnak van kitéve. Pozitívan fordulnak a migráns kérdéshez, de a befogadó állam szabályait betartatják, fogalmazott. Valóban drámai mértéket öltött ez a változás. Annak idejében még tavaly döntöttünk arról, hogy mintegy 70 fő befogadására alkalmas közösségi szállást hozunk létre. Annak idején persze az nem volt még perspektíva, hogy ennyien jönnek 2015-ben. Örülünk tehát annak, hogy annak idején így dönthettünk és felkészülhettünk. Persze tudjuk azt, hogy ez csupán egy csepp a tengerben, hiszen a német-osztrák határtól csupán 25 kilométerre vagyunk, így nap mint nap mintegy 1000-1500 ember érkezik Ausztriából a járásunkba, őket el kell látni, el kell szállítani, ami hatalmas erőfeszítést igényel helyi szinten. Az ünnepségen a Balatonalmádi Eggenfelden baráti kör két elnöke is köszöntőt mondott, majd a két település polgármestere aláírásukkal erősítették meg a két nép a két város közötti kapcsolatot. A 2014. évi önkormányzati választás az önálló Balaton akaratja első választása volt. Ennek évfordulójára időzítették a közmeghallgatást, hogy számot adjanak az első évben elvégzett feladatokról. A lakosság élénk érdeklődést mutatott, számtalan megoldandó problémát vetettek fel, de sokan gratuláltak is az eddigi eredményekhez. Nagy számú érdeklődő vett részt a meghallgatáson. Az önkormányzati választás óta eltelt egy évet értékelték a település elöljárói. Elsőként Matolcsi Gyöngyi polgármester számolt be az eredményekről. Megszervezték az új kirendeltséget, létrejött és működik a falugondnokság új járművekkel. Működtették a strandokat, épületeket tudtak vásárolni közösségi célokra. Megalakult a polgárőrség a településen, és megújult a Fürdőtelep Egyesület is. Köszönetet mondott az akaratjaiaknak, és kiemelte, hogy rajtuk áll, a sikerekért közösen, egymást támogatva tovább tudnak-e haladni. A képviselőtestület nevében megköszönöm az akaratjaiaknak és támogatóinknak, hogy partnereink voltak az elmúlt időszakban. Rajtunk áll sikeres akaratja felépítése és működtetése. A sikerért meg kell dolgoznunk, mindenkinek a saját képességei és lehetőségei szerint. Jelentős források is támogatják az elképzeléseket, és tervekkel készülnek a pályázatokra is. A belügyminisztériumtól pályázaton az év elején 80 millió forintot nyertünk, most össze 50 millió forintot, amit szigorúan meghatározott célokra költhetünk el. Ezen kívül pályáztunk útfelújításra, sportpályaépítésre és az óvoda befejezésére.
Folyamatosan készülünk az önkormányzatunk által elérhető hazai és európai uniós források megpályázására. A település rendelkezik saját újsággal, a gyorsan népszerűvé vált akaratjai naplóval és interneten is elérhetők az információk. A közös önkormányzati hivatalt Balaton főkajárral működtetik. Kenesével a megállapodás még nem jött létre. Kenesével az elmúlt évben folyamatosan tárgyaltunk a vagyonmegosztásról és egyéb közös ügyekről. Őszintén bíztunk abban, hogy az egyeztetéseink olyan megállapodással, de legalábbis részmegállapodással zárulhatnak, amely mindkét település érdekeit figyelembe veszik, és méltó alapja lehet egy jó szomszédi viszony kialakításában, amely mindkét település fejlődésének záloga. De ezek az erőfeszítések a múlt héten megakadtak. A lakosság részéről többen az utak rossz állapotára hívták fel a figyelmet. Nálunk is ez a probléma, a már meglévő utak, ami aszfaltozott, nagyon tönkre vannak. Komoly problémák vannak ott a debreceni lejáró felső részével, úgy az úttal, mint ottan fönt, a kis úttal. Nagyon sok probléma van. Ennek a résznek a legnagyobb baja az, hogy annyira szakadó partoldalon van, hogy a kukásautó eleve minden alkalommal túlterheli hétről hétre, amiatt lecsúszik ez az egész fal. Tehát gyakorlatilag előkészítettük, hogy vagy térkőből, vagy aszfaltból legyen megcsinálva. Felmerültek kérdések a megvásárolt ingatlanokkal és a településközponttal kapcsolatban is. Ez az első olyan terv, ami elkészült, és a műegyetemen készítették el egy diplomaterv. Tehát ez még egyáltalán nem a végleges, ez egy első terv, szeretünk volna bemutatni valamit, ami már rögtön ugye lehet vitatkozni, hogy miért ilyen, miért olyan. Úgyhogy, de nem szeretnénk megállni, mert ez egy nagyon fontos dolog, és többféle tervváltozatot szeretnénk kapni, és ehhez egy ötletpályázatot is fogunk kiírni. Elégedettséggel állapították meg, hogy a polgárőrség megalakult, és rendszeresen járőröznek a nyaraló övezetekben is. El kell, hogy mondjam, van úgy, hogy kétszer találkozok azzal az autóval, délelőtt és délután is, de egyszer majdnem mondhatom, hogy biztosra, vagy gépkocsikkal. Pszichésen is segíti az ott lévőknek a tartózkodását. Ilyen értelemben annyira már, hogy úgy mondjam, a rendőrségi autót nem is figyelem, hogy végigmennek, de egyébként jönnek. A strandok üzemeltetésével kapcsolatban elhangzott, hogy vagyon megállapodás hiányában úgy egyeztek meg Kenesével, hogy a bezerédi strandot ők üzemeltetik. Bíznak abban, hogy a következő nyáron már akaratjai feladatot jelent, és a bevétel is az akaratjai kasszába kerül. A közmeghallgatást Ránki Péter képviselő képes összeállítása zárta, mely felvillantotta a jelesebb történéseket, eseményeket. Balaton-Almádiban a Vörösberényi Általános Iskola udvarán elkészült és hivatalosan is átadták a műfüves pályát, melynek építését a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatta. Az első mérkőzést az átadó ünnepségen Almádi képviselői és a németországi Eggenfelden testvérváros csapata játszotta. Ezt követően a kisdiákoké volt a főszerep. Bemelegítenek a játékosok. Barátságos mérkőzésre készülnek. A kezdőrugást az Eggenfeldi polgármester végzi, csapata a testvérváros testülete. A hazaiak szintén a testület tagjai, élükön Keszel János polgármester, aki a kaput védi. Vendégjátékos dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő. Az összecsapást az új műfüves pálya avatóján tartották. A megnyitóban a polgármester elmondta, hogy régi vágya teljesült Almádinak a 20x40 méteres vadonatúj műfüves pályával. Most modern körülmények között edzhet az a mintegy 160 gyermek, akik rendszeresen rúgják a labdát. Tudni kell, hogy Almádiban több mint 150 gyermek focizik, tehát az óvodásoktól a 18 éves kori ifjúsági játékosokig, és hát nagyon sokszor gond volt, főleg a csapadékos időjárási körülmények között, hogy nem tudtuk a nagy pályánkat használni, nem akartuk tönkretenni, és ez egy nagyon jó helyszín lesz, hogy ilyen esetekben tudjunk sportolni, és a gyerekekkel ne kelljen tornaterembe vonulni. A legkisebbek már kipróbálhatták a pályát, meg is vannak az első tapasztalatok. Sokan jobban gurul a labda, és sokkal jobb rajta játszani. Horváth Ernő, az MLS elnökségi tagja elmondta köszöntőjében, hogy ez a pálya a 13. megyében, országosan pedig már 340 hasonlót adtak át.
Reményét fejezte ki, hogy ez is hozzájárul az utánpótlás neveléshez. Baráti köröket fog összehozni, és nem utolsó sorban az egészség megőrzése szempontjából is fontos. 5. alkalommal tartották meg a felsőrsi 8-as elnevezésű teljesítménytúrát. Az indulók választhattak erőllétüknek megfelelően a távok közül. Voltak, akik a legrövidebb, 7 kilométert tartották teljesíthetőnek, míg mások a 40, sőt 50 kilométernek is nekivágtak. Az idei újdonság a kerekerdő kerülő körtúra volt, mely nagy sikert aratott a legkisebbek körében. Ez a kitűző lesz majd azok jutalma, akik hősiesen végigjárják a Pityorkát vagy a Miskét, a Poccát, Halacsot, a Peszelyt, Koloskát vagy a Nosztorit. Ezek a nevek jelzik és különböztetik meg a távokat. Felsős bővelkedik kiránduló, túrázó helyekben, és vannak is sokan, akik szívesen hódolnak e szenvedélyüknek. Kellemes kora őszi idő fogadta a túrázni vágyókat a Civilház udvarán a kiinduló állomáson. Sorra érkeztek kisebbek és nagyobbak egyaránt. Útvonalvázlatot tartalmazó igazoló füzetet kaptak, majd egyéni tempóban haladhattak a választott útvonalon. Tulajdonképpen évek óta rendszeresen részt veszünk ezen a túrán, és ugyan itt lakunk a faluban, de ez mindig egy különleges alkalom, amikor ennyi emberrel együtt lehet túrázni és találkozni az erdőben. És mennyire edzettek, szoktak máskor is? Igen, a családdal is szoktunk rendszeresen túrázni, Bakonyban, Balatonfelvidéken, igen. És Béborka, miért szeretsz túrázni? Te miért szoktál részt venni ezen? Miért szeretsz sétálni? Hát szeretem az erdőt. A szervezők 5. éve rendezik meg a teljesítménytúrát az önkormányzat támogatásával. Most először új óvodásoknak szánt távval is készültek. Kicsivel több mint 3 kilométert kellett megtenniük a legkisebbeknek és az őket elkísérő szülőknek, nagymamáknak. Ráadásképpen 5 ellenőrző ponton is át kellett haladniuk, ahol feladatokat is kaptak. És ha ügyesek voltatok, akkor ide pecsételni fognak nektek ezekbe a rajzokba. Szép számban vágtak neki a távnak, vitték magukkal a kis térképet, amire a nyomdákat kapták útközben. Az első az egy játszótér, a második a Malomvölgyben lesz, a harmadik a Misketetőn, a negyedik a Kerekerdő szélén, és az 5. pedig az Alkútnál, ahol minden ponton egy játékos feladat várja őket, kérdések, illetve egy feladat mind a természettel kapcsolatos. Ha ezekre ügyesen válaszolnak, akkor megkapják a pecsétet és mehetnek tovább. Érkeztek távolabbról is a felsőrsi túra hírére. Gyakorlott kirándulók és gyermekeiket sem hagyták otthon. A gyerekek nagyon szeretnek kirándulni, meg szeretünk természetbe járni, úgyhogy ezért jöttünk el, mert itt mi nem jártunk soha. Egyébként is szoktak túrázni? Persze szoktunk, igen. Erdőkbe makot szedünk, vaddisznókat etetünk. Az önkéntes szervezők mellett önkéntes segítők is felsorakoztak, akik azon szorgoskodtak ezen a délelőttön, hogy mire visszaérkeznek a sportos vándorok a Civilház udvarára, megkínálhassák őket, és így pótolhassák az elvesztett kalóriákat. Lássuk még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. 45 milliárd Veszprém megyének. Utakra, iskolákra, gazdaságfejlesztésre fordíthatók az uniós ciklus forrásai. Testvérvárosi kapcsolat. 15 évre nyúlik vissza Balatonalmádi és a Bajorváros közötti barátság. Közmeghallgatás. Az önálló választás első évfordulóján értékelt az akaratjai testület. Kistérségi magazinunkban elsőként a kormányhivatalokban megvalósuló informatikai fejlesztésekről hallhatnak, majd a Kenesei Turisztikai Egyesület elnöke értékeli idei eredményeiket. A folytatásban ingatlanjaink biztonságossá tételéről kaphatnak információkat. Műsorunkat a katonadalos találkozó felvételeivel zárjuk. A képernyő alján látható elérhetőségeinken megtalálnak bennünket. Hívjanak vagy írjanak nekünk. Friss hírekkel legközelebb pénteken várjuk Önöket, de addig is látogassák meg internetes oldalunkat, keressék videóinkat saját csatornáinkon, ahol korábbi híradóinkat és stúdióbeszélgetéseinket is megnézhetik, vagy ha tehetik, csatlakozzanak Facebookos közösségünkhöz. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy ma is minket választottak. A viszontlátásra!